Sziasztok! A mai videóban megnézzük ezt a júniustól decemberig tartó LEGO katalógust, ami hát eléggé vastag, úgyhogy lehet, hogy a videó két része lesz bontva. De előtte el szeretném elmondani, hogy a hétvégén nem lesz videó, mert elutazom. Pontosabban utazunk a családdal, úgyhogy kis szabadságú leszek. Viszont mindenféleképpen kárpótolni fogok érte titeket, úgyhogy jövő héttől ígérem, jönnek folyamatosan a videók. Na, de nézzük ezt a újságot. Rögtön az elején LEGO Dreams. Merülj el a LEGO Dreams világába. Egyébként ez egy német katalógus, úgyhogy az árak euróba lesznek benne, illetve hát a német neveik lesznek a készleteknek, de szerintem ez nem probléma. Úgyhogy nézzük is. Itt vannak nekünk a Dreams karaktereink. Egyébként tök jó karakterek vannak. Jól néz ki ez a témakör. Jók a színösszállítások. Látjátok, itt van egy óriási mech. És ami, hát, Porsche 130 euró, de egyébként jól néz ki. Egyébként nézegettem, ez a Dreams témakör, ez a Dreams téma, ez nem egy olyan vészesen drága, tehát azért vannak itt is drága készítek, de talán nem annyira vészesen drága. Láthatjátok itt egy ilyen dinón lovagol, úgymond, ez egy szett a kettőben, tehát kétféleképpen is össze lehet építeni, ennek is 80 eurós ára van, ez a madár is jól néz ki szerintem. Aztán itt van egy ilyen kastély, ez is egy a 2001-ben szett, tök király. Ugye itt van ez már, ezt már kaptuk már tavaly is, de ezt is át lehet építeni két formában. Szóval vannak itt kisebb készletek is. Egyébként szerintem tökő az a témakör, legalábbis a minifigurák abszolút. Tehát szép minifigurákat csinálnak, jól néznek ki. Nagyon királyok. Aztán itt is kapunk egy nagyobb készletet, 104 euró. Mondjuk az sajnos nem írja hozzá, hogy melyik hány elemből áll, de viszont láthatjátok, tökő minifigurák vannak hozzá. Aztán megyünk a Duplo világába, ami szerintem kevesünknek érdekes, viszont mivel van egy kisfiam, úgyhogy nekünk azért Duplóból van itthon bőséggel, és mindjárt mutatok is a készletet, ami viszont szerintem tök jó, tehát ahhoz képest egy Duplo, és nagyon gyerekeknek való, ahhoz képest szerintem tök jó, hogy elmutatom. Szóval közben látjátok, itt is beérkezett ez a Space témakör, mint most a LEGO-ban szinte minden témakör, tehát hogy minden témakörbe bele megy ez a Space. És itt nagyon ráment a LEGO. Vannak itt kisebb, nagyobb készletek, mindenféle fajta. Amúgy a gyerekek szerintem tökre szeretik, szóval nagyon jó kezdés a LEGO-záshoz. Most a kisfilm is pont ott tart, hogy még szereti a Duplót, de már érdekli a LEGO is őt egyre jobban. Hol vannak? Na, itt vannak ezek a készlet, ugye a fiamnak megvan ez a két vasút. Szerintem amúgy tök jó. Nagyon jó bírja a strapát, jó lehet őket nyűzni. És nekünk sikerült is egész olcsó megszerezni viszonylag, tehát hogy tudom én 90 euró körül leárazva, szóval nagyon király. Aztán jönnek a 4 pluszos készletek. Ugye, Friends elkezdődik. Úgyhogy itt a 4 pluszosban benne lesz minden. És amúgy volt is egy meglepő. Amúgy, majd mindjárt oda térünk, mert én már közben átnéztem ezt az újságot. Ugye van Marvel-es, 4 pluszos téma, 4 pluszos készletek. Ugye ezek nagyobb darabok, ez a kisebb gyerekeknek, a kisebb darabszámból. Ez a City is tök jó egyébként. Ugye itt is megjelent a Space, és egyébként én szerintem ez a Space készlet, az képest a 4 pluszos tök jó. 20 euró az ára. Annyi mindent jó lenne bemutatni a csatornán, de hát esélytelen. Aztán van itt Ninjago, és kapunk jókat. A Disney. Nézzétek meg, 44 euró, mekkora kastély. Aztán Star Wars, nagyon fontos. Bár mondjuk engem annyira nem köt le ez a 4 pluszos Star Wars-os téma. Régebben jobbak voltak szerintem, de viszont a minifigurák egész jók. Mondjuk a sorozatot se láttam, teszem hozzá. Viszont itt van ez a Jurassic World. 4 pluszosban, én szerintem mind a két készletek jól, nézzétek meg. Itt van mondjuk 50 euró az ára, sok darab biztos, hogy nincs benne, viszont kapunk egy T-rexet kapásból, tehát azért ez egy elég jó dolog. És meg itt is nézzétek meg ezt a másik készletet, ez 40 euró. Ebbe sincsen sok több darab, de nézzétek, hogy mennyi dinót kapunk benne. Nagyon király. Aztán jönnek ezek a klasszik építőelemek, itt is itt a Space. Hihetetlen. Aztán Disney készletek, ugye Lilo és Stitchből Stitch,
Szerintem egyébként jól is néz ki. Aztán ez a Simba, hát láttam róla bemutatókat, annyira nem jött át. Nekem annyira nem jön be ez a Simba. Aztán Agymanó 2-höz, ugye most jelent meg a film, azt hiszem, júniusban, ha jól tudom, ahhoz egy készlet. Aztán nézzétek, ilyen moduláris ház, nagyon fasz. Aztán menjünk tovább, itt is még Disney, itt is egy kastély, a sárkánnyal. Ugye jön a frences témakörből, és vannak egész jó szettek amúgy. Meg hát egész komoly árak. Vajana, ezt nem is láttam, hogy ilyen is van. Ez mind a frenc témakörhöz tartozik, ugye ezek nem mini figurák, hanem nem is tudom, hogy hívják ezeket a figurákat. Nézzétek meg, 170 euróért tök nagy készlet, és nézd, mennyi ilyen figura van benne. Aztán... most jön a frenc témakör. Például nekem ez a ház is tökre tetszik. Nagyon tök jól néz ki. Aztán... a Friendsből ezek a mindenféle vízi világ, tényleg tök jók, nagyon királyok. Nézzétek, vízi csúszda park, 80 euróért. Aztán ez ami úgy igazából tényleg tök jól néz ki, nekem nagyon tetszik, maga a kialakítása is, meg az egész. De nézzétek, 130 euró, és kapunk hozzá 5 darab ilyen figurát. Aztán ezek a erdei kirándulásos, ez az erdei pihenéses készletek is nagyon jók ki vannak alakítva. Tehát ugye ez nem az én világom annyira, tehát hogy ezt nem, még ezekben nem volt bemutató, egyetlen egy frences készletet mutattam be a csatorna pályafutása alatt, igazából az is ajándékkészlet volt. Nézzétek meg, nekem ez a farmas is tetszik egyébként, tök jó van, az egy kis traktor, kis csűr, kis állatkák, ugye a Lego állatok azok mindig jók, és egy moduláris épület. Aztán ilyen Friendsből természetesen nem maradhat ki a Space témakör, szerintem ez a készlet is baromi jól néz ki, 90 euróért kapunk egy ilyen kis bázist, egy kis holdjárót, ott van az űrlényünk, egy űrhajó, tök jó. Illetve ez nem tudom, hogy kapcsolódik, ja, ugye ez a csillagokat vizsgáljuk, tehát egy csillagvizsgálós, így kapcsolódik a Space témakörhöz. Aztán ilyen zenekamion, nem, a diszkókamion, a Popstar Tourbusz, bocsánat, tehát ugye a popstároknak ilyen túrabusz, vagy hát tourbuszja. Aztán mindig Friends, itt is ilyen kicsit farmosabb készletek. Aztán megyünk tovább, jönnek ezek a növények, tök jól tudnak mutatni a lakásba egyébként, kiállítási darabnak sem utolsók. A Creator, szerintem nem kell sokat mondjak róla, 3-1-ben készletek. Ugye itt a fényképezőgép, ami ténylegesen kilök magából, nem, bocsánat, ez egy retro kamera, bocsánat. Ez a kalózhajó, ez például szerintem nagyon jó néz ki, de jó is lenne, hogyha meg lenne. Aztán más csatornákon biztos láttátok, Space-es az astronautát, illetve ezt az űrhajót. És itt aztán ebbe a készletben 104 euróért van is benne világító alkatrész, amit be kell kapcsolni, jól látom. Aztán itt a Creatorből ezek az állatok, T-Rex, ami szerintem tök jól néz ki, ugye a papagáj is egyébként egész jó. Aztán kapunk egy kis kedvezményt, hogy a családdal, tehát a gyereknek ingyenes a belépés a Legolandbe, szerintem ezt ki is fogjuk használni majd. Itt idén tervezzük meglátogatni a Legolandet, kedben nézni, hogy mi van ott. Aztán látható, hogy mindenhol, tehát mindenhova berakták a Space témát, hogy itt vannak a gyűjthető minifigurák. Sajnos 3-ig jutottam, mert az utóbbi 4 minifigur, amit kihúztam, az ez volt, úgyhogy is ott egy kicsit belefáradtam, de fogok még vásárolni természetesen. Aztán Cityből jönnek a Space-esek, szerintem ez a készlet ez tök jó, ez az űrbázis, illetve a moduláris űrbázis is tök jó. Aztán ez a vízivilág, egyébként engem nagyon érdekel a vízivilág, ez a hajó is 150 euróért egy egészen jó, úszni is tud, legalábbis azt írják. Tenger alatt járó. Jönnek ezek a jungle-ös city készletek júniustól,
Igen, ám az összes júniustól az összes elérhető. Aztán tűzoltók, ilyen ez a daru, markológép, autószállító kamion, repülő. Tehát nézzétek meg, azért a Lego-éknál elborult a Billy. Tehát azért olyan árak vannak már, hogy hihetetlen.